Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fam, sziasztok! Újabb nap és újabb videó, újabb péntekhez érkeztünk. Ha péntek, akkor parapéntek. Nem akarjátok megérteni, nem akarjátok megérteni. Szóval, itt van az Instagramom, ott elérhetek a sapkák és a sírpi sapkák. Továbbá oda küldhetek a tiásnetekére reagálok videóhoz a tiásséseitek. Rengeteg olyan üzenetet kapok, hogy hát én a múlt héten elküldtem, és mégsem voltam benne ezen a héten a videóban. Még egyszer elmondom utoljára. Hetente kapok 2-3 videót. Most 2-3 videóból a következő hétre nem tudok nektek egy 10 perces vagy egy 5 perces videót vágni. Ezért meg kell várnom azt, hogy elég esést küldjetek el nekem, hogy összejön egy videóra való esés. Szóval, még egyszer elmondom. A ti esetekén reagálok videóhoz, ide az Instagramomra küldhetitek az eséseket, meg kérlek szépen linket küldjetek, vagy YouTube linket, vagy www.vitransfer.com-ról a linket, hogy tudjam leszedni, tudjam elraktározni, utána meg tudjam megvágni. És ezt nem értem, hogy sokan írtok, hogy sokat szövegelek, de a videó elején olyan dolgokat mondok el, aminek lényege van. Én itt elmondom, koptatom a szám, te átugratod, megnézed az eséseket, vagy a videót, amire reagálok, és utána a hülye kérdést felteszed nekem kommentbe. Úgyhogy megkérlek szépen, légy szíves, hallgass végig minden videó előtt azt a 2-3 percet, amit mondok, mert nem hiába mondom, ugye nem lenne fontos, akkor nem mondanám el. Szóval, akkor, remélem, hogy most érthető már. Több mint valószínű, hogyha még jövő hétig kapok 2-3 darab esést, akkor már elegendő esés lesz a következő részhez a ti esetek érjegák videóból. Úgyhogy küldjétek nekem az eséseket. Az esések jöhetnek biciklivel, motorbiciklivel, gördeszkával, rollerrel, szinte bármivel. Oké? És addig is megint elhoztam nektek egy újabb videót külföldről, egy meglevő videó a netről, amire én reagálok. Ebben a videóban vannak esések, vannak kurva kemény trükkök, és van benne minden, parahelyeken bringáznak, meg minden. Úgyhogy tökéletesen illik a parapéntek nevezetű sorozatomhoz. Továbbra is egy héttel előtte kell megcsinálni ezeket a sorozatokat, ugyanis nagyjából hárát most már a YouTube-on nem kapok minden egyes videóra sárga dollárját, viszont a parapéntek sorozatra továbbra is dollárját kapok, mert úgy érzékeli az algoritmus, hogy veszélyes tevékenység, ugye esések vannak benne, és nem tudom, a YouTube az most ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy cenzurát alkalmaz, de nem szabad már esni se a YouTube-on. Továbbá azt szeretném elmondani, hogy ez a parapéntek nevezetű sorozat azért jött létre, hogy a fiatalok figyelmét felhívjam, hogy mennyire fontos a védőfelszerelés. Úgyhogy ha nem is mindent, de legalább egy sisakot használjátok, mert nem attól lesztek profik, hogy nem tesztek sisakot. Na, nézzük meg, hogy erre a hétre mit hoztam. Az igen. Egy szép nagy ugrás manuálba érkezett, és meg is fogta manuálba. Az azért nem lehetett egyszerű. És ezt mondom, nem lehetek ennyire egymáson. Figyeljétek! Elbaszta, nem kapta a pedált. Esett. Szerencsére azért nem volt annyira rajta a következő. És nem ment át rajta. Ezt már emlékszek, ez Loic Brun. Az egyik DH kvalifikáción esett. What the fuck, mondta is. Oh. Szép. Haza a bringa, szép.
Na nézzétek az idiótát. 1 méter 20 centiről betonon, hát indokolt is isak nélkül csinálni az ilyen trükköket. Ez komoly drop volt. Szép kis sweatpack. Ez most külön gyakorolja a zenét. Szép. És még oda basz rá egyet a bringa is. Rájba jutott a bringa is. Újabb BMX-es sisak nélkül, hát csak is. Én de nem is, már nem is mondok rá. Drop! Drop! Elvitte a drónt a levegőben. We're bleeding. Figyeljtek! Cool, man. Ooh, I'm not sorry. Oh. És azt mondja, hogy vérzik. Folyamatosan mondja, hogy vérzik. Hát gondolom, az a propeller a drónnak az összevághatta. Az sem volt egy kis ugrató. Újabb sírni sapkás fiagyerek. És figyeljetek, még mindig betonon, meg csak is betonon nyomják, hát ezt így kell. Ha már locsanjon rendesen. Nekem tűnt, hogy egy picit tényleg előre érjük az előbb. Olyan. Igaz is kár. És jó kis pálya van. És vissza is kár egy tapszaramájjal. Megint egy csaj megy elő. A dropot nem biztos behattam volna én. Ez sem. Vannak bátor csajok is. Szép hozzá gyerekek, hogy lehetek nyugodtak, hogy nem először mennek ezeken a pályákon a srácok. Como mola la brecha, tío, ¿sabes? Jó, és előre a gyerek BMX-el ment, az igen.
Van egy kis airtime, az amíg a levegőbe töltenek. Hú, bazdmeg. Nem maradnak a fiók. Getszó. Na itt. Itt biztos, hogy nem lehet kellemes állni, de valamit se jobbra, se jobbra. Oh, Andy. Hú, az meg. Na, ezt bevállalnád, hogy menj. Be van vározva a tejét. Fű, akkor a dropok vannak, gyerekek. Hihetetlen betegség. Az komoly. Ja. És ennyi lett volna, gyerekek, erre a hétre a videó, remélem tetszett. Ha tetszett, tudod a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolod be a kis csengőt, kis harangot, hogy nem hagyd le semmiféle feltöltésről. Továbbra is itt az Instagramom, ide várom a ti estetek, én reagálok videóhoz, a ti eséseitek. Megkérek szépen linket küldjetek www.vitransfer.com-ról, illetve ugyanitt az Instagramon elérhető továbbra is a sapkák és a sírmi sapkák. Rég nem vettetek egyet se, mi van veletek, ember? Illetve ott fog szólni, mikor leszek chat alternatívon, vagy mikor lesz YouTube-on live is, úgyhogy mindenféleképpen feljeltek rá az Instán is a követésre. Mai napi komment az ment ide, én Orbán Gabi voltam. Piii!